Sziasztok, főzős videó már úgyis régen volt, akkor most ezt fogok csinálni, a tojásrántottát fogok majd csinálni, majd mindjárt mutatom, hogy mi kell hozzá. Hát elsősorban ugye, hát mi más, mint ugye toás. Itt van. Hát ugye mi szerintem mindent nem kell felhasználni, van itt azért mangalisza zsír. Palacsintasítő, ebben lesz majd ugye főzve. Meg van két hagyma is, csak azt most nem találok. Ja, de ott van, mindjárt mutatom. Na hát akkor, ahogy mesterünktől tanultuk, ugye videó info 1, ugye feltöljük a toást. Azzal kezdődik. Ugye, csak azért csinálom itt ezt egy külön pohárba, hogyha gyanús vagy valami, vagy valami baja van, akkor nem az egészet basszuk el, hanem csak azt az egyet. De hát ez ilyen pár napja vettem a boltból, úgyhogy szerintem ezeknek még nem kéne, hogy bajuk legyen. És ráadásul egyszerre. Következő meg az, hogy fel kell takarítani az asztalt, mert már megint mellé ment egy. De hogy tölt ez el? Na mindegy. Az a lényeg, hogy a héja ne legyen benne. Na, ennyi. 5 toás fölvelve. Hát akkor pucoljuk meg a hagymát. Hát, hogy nem is kell mind a kettőt, mert ezek elég nagyok, hát, hogy egy is elég lesz. Még föl is kell majd vágni. Ja, közben már elkezdtem darabolni, csak a kamera nem ment. Hát, annyi, hogy pici darabokra föl kell vágni. Lehetőleg minél kisebbre. Ezt ugye a sörevörös forgatáson a mester szakácsunktól tanultam meg. Vagyis nem tanultam meg, csak ott hallottam, hogy így is lehet. Vagy sőt, pontosabban így kell. De se baj, majd lesz, ahogy lesz, megpróbálom minél kisebbre, aztán megnézzük, hogy mennyi lesz belőle. Ha meg elég, akkor a másik hagymát föl se vágom. Szerintem egy hagyma elég is lesz. Mert ha nem sikerül, akkor legalább a másik megmaradt hagymás babnak. És akkor miután a toást feltöltük, ugye fel is kell verni a toást. Felverjük a toást. 5 toás az már csak elég lesz. Van akkor a toás fölvelve. Most kéne alágyújtani. Ja nem, előtte még rakni kell bele mangalisza zsírt. Még nem tudom mennyi kell bele, de hát, nem tudom, szerintem legalább még egy nagy púpos kanállal kell, hogy na, gyere már ne! Na, oda bele. Ja, egyébként ilyen házi mangalisza zsír. Újtsunk be. Na, ne szórakozz! Múltkor ez még simán működött, most meg nem akar rendesen meggyulladni, na azért. Jó. Oké. Akkor ezt a helyére. Kell egy, jaj, fakanál is kell majd. Szóval, hogyha már rendesen kisült a zsír, akkor kell először a hagymát, aztán borítani bele a toást. És addig megveszelek egy kis sajtot, mert azt meg majd a tetejére kell tenni. Bár az mondjuk ráér akkor is, ha már készen van. Meg ha nem lesz elég, akkor majd rakok még rá zsírt. Az van elég, is. Ja, meg kinyitom az ablakot már. Hát, hogy... Főleg, hogyha odaég, akkor nem állt, hogyha nyitva van is szellőzik. Na, lassan alakul a Norbi Update féle zsírégetés. Mondhatni az igazi zsírégetés. De úgy látom, még nem jó.
Már ki tudja, hogy mire. Na, szerintem lassan jó lesz. Na, mindegy, azért várok még egy kicsit. Na jó, szerintem most jött el a pillanat. Na, mindegy. Menjen bele az egész. Mire várjunk. És eddig miért nem pröccölt? Most lehet, hogy pont nem látok semmit, mert a tányérral eltakartam a lencsét, de nem lehet minden tökéletes. Bele-bele. Meg kell várni, ameddig megsül a hagyma, aztán meg rá kell borítani a továst. És akkor hadd szóljon megy, aztán majd hát, hogy később, hogyha nagyon beindul, akkor lejjebb kell venni a gázt alatta, de most úgy tűnik, hogy rendben van. Jöhet a továs. És ha minden igaz, most már csak várni kell, ameddig megsül. Hát alakul a helyzet, de szerintem ennek még kell, mert itt még csepp folyós vagy, vagy hát itt még folyik. És aztán nehogy odakozmáljon az alja. Nem tudom, na most visszavettem azért felére a gázt, hogy lassabban jön, de hát akkor már lehet, hogy azért nem lesz meg. Lehet, hogy túl sok zsír volt. Na majd kiderül, hogyha megkóstolom. Hát szerintem most már jó lesz, de esetre elzárom. Itt látható az eredmény. Nem tudom, mennyire látszik, de az okos telefon az optimista. Felismerte úgy, mint étel. Tehát lehet, hogy ehető lesz. Jön a dolgok legkönnyebbik fele, szórni kell rá sajtot. Aztán jöhet a kóstolás. Hát akkor kóstoljunk, aztán meglátjuk, mi sült ki belőle. Egész ehető lett. Már szerintem az alja, mint a kicsit odakapott volna, de mindegyet. Azért nem olyan rossz ez. Legalábbis első próbálkozásra. Egyébként kaptam egy olyan receptet is, hogy még babot is lehet rávadítani ugyanígy, és akkor abból lesz az igazi Csernobil meg az Armageddon. Utána, hát tojás, hagyma, meg bal egyszerre, hát az még tényleg az lenne. Na majd lehet, hogy egyszer azt is kipróbálom, de ez most nem az a videó lesz. Úgyhogy akkor ennyi. Sziasztok!